A nándorfehérvári diadal 564. évfordulóján a török seregeket visszaverő magyar hősökről emlékeztek meg július 22-én Budapesten Hunyadi János szobránál. A déli harangszót követően katonai tiszteletadás mellett adóztak a hősök emléke előtt. A rendezvényen Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára miniszterhelyettes is elhelyezte a megemlékezés koszorúját. A Magyar Honvédség parancsnoka képviseletében jelen volt Schmidt Zoltán vezérőrnagy, logisztikai haderőnemi szemlélő, valamint a Hadtörténeti Intézet és Múzeum nevében Papp Ferenc ezredes, a Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság igazgatója. Az 1456. július 22-én kivívott győzelem a magyar hadtörténelem egyik legjelentősebb diadala volt, amely mintegy 70 évre megállította az oszmán hadak európai térnyerését.